Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. A hónap elején folytatódott az IDW képregény sorozata, a The High Republic Adventures is, ezúttal egy sokkal eseménydúsabb és izgalmasabb epizóddal, mint korábban. A füzet elején az Ordmant ellen járunk, és azt láthatjuk, ahogyan Lula az erőérzékelésére tanítgatja Zint, aki valamiért nagyon frusztráltnak tűnik. Ekkor jön a jelzés, hogy köztársasági erők egy járőr alkalmával belefutottak néhány kalózba, ami nagyobb, mint először tűnt, és valószínű, megtalálták a Nihil flottáját. A Jedik azonnal akcióba lendülnek, és a köztársaság rendfenntartó erőivel válvetve a padavanokat hátrahagyva indulnak felkutatni a fosztogatókat. Marchion és Krix a Nihil főerőivel ez alatt azonban a Quan Xi szemétholdon vannak, a köztársaság által támadott flotta pedig csak elterelés. Az egyik helyi vészjelzést akar leadni, ezért Marchion arra utasítja Krixet, bizonyítsa rátermettségét azzal, hogy elkapja a fickót, vagy ha kell, le is lövi. Emellett a fiú feladata az is, hogy üzenetet küldjön Zinnek, mikor eljön az idő, felfedve pozíciójukat egyedül a lány előtt. A Jedik megütköznek a Nihil hajókkal, ami valami elképesztően jól néz ki. Szerintem mindegyik videóban dicsértem eddig a sorozat megjelenését, de ezt most sem hagyhatom ki. Alapjáraton is imádom a köztársaság fénykorabeli hajók megjelenését, különösen a Jedi vektorokét, de itt valami rohadt jól néznek ki akció közben, ahogyan a köztársaság részéről használt Skywingek is, amelyek kicsit hasonlítanak a későbbi Jedi Starfighterekre, amit meg a klónok háborúja elején láthattunk. A csata viszonylag hamar véget ér, ami Yoda-mesterben felveti a gyanúját annak, hogy valami nincs rendben. Ez be is igazolódik, mikor Krixnek nem sikerül elkapnia a madárszerű élőlényt, aki ezáltal sikeresen leadja segélykérését és a flotta Quan Xi felé veszi az irányt. Zin időközben megkapja Krix üzenetét, és titokban egyedül indul útnak a fiúhoz, ám hátra vagy egy üzenetet a padavanoknak, hogy hová ment. Természetesen nekik sem kell több, azonnal a lány után indulnak, viszont mivel csak egy vadászgép maradt benne a bázison, mindannyiójuknak abba kell belepréselődniük, ami egy nagyon humoros kis pillanat volt szerintem. Így hát hirtelenjében mindenki a szemétlerakó hold felé veszi az irányt, Zin, a padavanok, a mesterek és a köztársasági védelmi koalíció erői is. A következő számban ezáltal valószínűleg rendeződni fog Rix és Zin kapcsolata, illetve egy egész epik leszámolásra számíthatunk a Nihil erői ellen, amit nagyon kíváncsian várok. Eddig talán ez volt a kedvenc számom a sorozatból, a történet is haladt előre, az űrcsata valami baromi jól nézett ki, és most először éreztem azt, hogy a sorozat története halad valamerre, miközben megőrizte azt a kicsit gyermeki bájt, illetve hangulatot is, amit például egy reggeli rajzfilm matiné sorozatai szoktak. A következő szám minden bizonnyal lezárja ezt a történetszálat, kíváncsian várom, mi lesz Zin és Krix sorsa. Jó, srácok, a polkácsereg tök csilles, talán csatlakozhatátok, vagy valami.